hallod, de meg a napot nem tudnám megmondani, azt nem tudom mondani, februárban volt. A február közepe vége fele lehet. Nagyon hideg volt. Milyen évben? Mivel olyan közel laktam, tessék? Milyen 1988. Évben? 1988. Oké. Okay. Mondjad tovább. Én vékony csekiben voltam, ugye mondom, 5 percre laktam onnan, és kiszaladtam, hogy szikit vegyek, mikor jöttem visszafelé Páncéllal, ugye már Páncéllal ott találkoztam, ő egy szomszédom volt, 3 blokkal, más előbb lakott gyermekkori barátom volt. Ki ez a Páncél? Visszafele. Bocs. Páncél Zoli, Isten nyugtassa, meghalt 2009. augusztusban, szívinfarktus kapott, azt mondják a kocsiába. De ketten voltunk. Oké. Okay. A nevét merem mondani, mert már nincs köztünk, úgyhogy nem. Annál több bántódáson a szegénynek nem lehet. És mi történt? És akkor ugye a kocsi behúzott, a kék rendőrkocsi behúzott, az áró, mindenki abban az időben ért. Ez pontosan hol volt? Ez pontosan a régi posta előtt. Oké. Okay. Kiszállt ki a kocsiból? A legislegás, amely kiszállt a kocsiból, az Moldován volt. Ő ült az ablak felől, utána kiszállt Pop, kinyílt hátul az ajtó, az áróba, kijöttek ezek a pufi rendőrök, Moldován oda jött hozzám, azt kérdezte, Csefács Möly, nézte Zolit, úgy álomvágó téte, tehát így orba, úgy kicsit úgy elszélültem, mert megmondom az őszintén, egyszer vissza is akartam ütni. Uh-huh. Tehát valami történt ott, érted, mert akkor ezek lefogtak, pufik, és akkor Moldován kezdett ütni, és akkor a másik azt mondja, László, jó, a Pop, közben Zolies kapott, mondom, már úgy akkor, hogy mikor kezdtek ütni, érted, miután leestem, még arra emlékeztem, hogy mondta a másik, hogy de möke, önke, szufle. Érted? És ezt Moldován mondtam. Dejke önke szufle. Úgyhogy addig üttek, hogy rosszul lettünk. Alle komplekt, úgy csak jajgattam. Tehát most, hogy mesélem neked, eszembe jutott, ugye a saját hangomot hallottam, mondtam, hogy jaj. És akkor valakik jöttek, valami emberek, már hallottam hangokat, és akkor gyorsan felkaptak, onnan a pufik bedettek hátul a kocsiba. És elhajtottak. De tudod, olyan érdekes, hogy mikor az ember ilyen, hogy mondják, egy olyan másodlagos hangok, úgy gondoltam, érted, hogy visznek a rendőrségre, már egy évre mire gondol az ember, tudod, hogy biztos visznek vallat, biztos megtudtak valamit, amit nem kellett volna megtudjanak rólam. Minden járt, ugye az eszembe, hogy ültem, csak az volt a feltűnő, tudod, hogy túl sokat ment a kocsi. Hát mondom, úgy lett, így a magamban mondtam, biztos, hogy nem a rendőrségre visznek. Már túl sokat megyünk. És akkor így felnéztem, vagy valami, és kérdeztem, hogy unde sup. Úgy felberúgott egyik katona. De hogy az nekem be is tette a kaput. Már következőben, amikor magamhoz tértem, akkor a hóba voltam, kezeim majdnem megfagyva, tiszta vér, Zoli ott volt mellettem, ő is a hóba, és fenyőkkel körbe voltunk véve. Egymás, úgy én magamhoz tértem, és akkor kezdtem rázni, Zoli, gyeres, nagyon hideg volt, nagyon hideg volt, ugye, biztos volt olyan mínusz 25-28 között. De úgy látszik, hogy az volt a jó, hogy haslag voltunk a hóba beledobva, tudod? Uh-huh. És a franc tudja miért, mi valószínű, hogy az az attól tértem magamhoz, vagy attól jöttem magamhoz. Most se tudom megmagyarázni, hogy tértem én magamhoz. És széjjelnéztünk, hol vagyunk, próbáltuk kitalálni, hol vagyunk, mondom, te vittek a rendőrségre, akkor biztos, hogy ott a Suda fele vagyunk, ez a Suda a városnak a másik részén van, olyan értelemben, hogy a Sudató Szentlélek fele van, tudod, Mincent fele, a városnak a másik járatánál. Ugye, mert hát az útunkban, az agyamba úgy járt, hogyha az út a rendőrség fele ment, de nem tudom, hogy ezt még mondtam magamba, hogy a rendőrség, ha arra kellett, hogy menjen a kocsi. Én így gondoltam. És magunkhoz tértünk, és most bámészkodtunk, most mit csinálunk? Mondom, errefele megyünk, hallod, de úgy körülbelül, mondom, menjünk valamára, hát itt nem ülhetünk, ha megfagyunk. És elindultunk és az volt a szerencse, hogy egy olyan 100 méterre körülbelül kocsinyomok voltak, tudod. Ezt jelzem neked, hogy körülbelül, hogy mondom, a cigit, mikor kimentem venni, fél 9 fele volt, aztán utána tudtam meg, hogy ez 1 órakor volt. Éjjel 1-kor. Úgyhogy sok időbe telt ez az egész, mert nekem rövidebbnek tűnt akkor, mert ugye nem emlékeztem sok dologra, miután rosszul lettem. És elindultunk gyalog, és akkor megláttuk olyan 100 méterre a nyomokat, és mentünk a nyom után, tudod. És beértünk a Hargitai, az udvarháj fele menő út a Hargitán, tudod. Hát úgy körülbelül a Szécsentől Lennáp az erdőből onnan jöttünk ki, Szereda fele, körülbelül egy olyan 500 méterre. Most mit csinálunk? Hát megláttam egy kocsit, egy ilyen faszállító kocsit, tudod, ilyen, akkor is jártak éjszaka is. Akkor még nem tudtam, hogy hozzá, de láttam a 2 lámpát a kocsinak, kiártam az út közepébe, a szememet behuntam, a kezemet felemeltem, hallod, egy korom sötét út. És a kocsi megáll. És felvett a sofőr, és ugye kezdtünk tideregni, ott a melegítés valamennyire működött a kocsiba. És akkor a sofőr, emlékszek, hogy Zoli azt mondta, én megyek haza, azt mondja, én nem akarom azt mondani, hogy a feleséged engemet is meglássa, hogy nehogy nézzünk is, én veled voltam. A feleségem egy kicsit olyan hercs volt, nagyon protektív volt, családcentrikus, nem nagyon szerette, hogy a barátokkal, tudod, nem akarta Zoli magyarázkodni, hogy vajon mi történt, nem. Megmondom az őszintén, nem is nagyon tudtuk, hogy mi történt. És a sofőr hazavitt. De már emlékszek, hogy alig tudtam menni. Átkarolt, és mondta, hogy na mondjad, hol laksz, és mutattam neki, hol lakok, és neki támasztott az ajtónak, megnyomta a csengőt, ott hagyott. A feleségem kinyitott az ajtót, és én úgy bársítem, mint a csutak az ajtón. Másnap az ajtóm alatt benyomtak egy felhívást, hogy ki kell menjek a rendőrségre, és ennyi. Mondták, melyik szobába, arrafelé sem mentem. Én mondom, ha én kimegyek, nekem annyi lesz. Aztán próbálkoztam legtöbbet otthon tartózkodni, és az év áprilisban nekiindultam az őt határnak. Április 20-án este a fél 12-s vonattal elmentem Brassóba, Brassóból Aradra, Aradról Kürtösre, és ott Kürtösön mentem arra. És kiszöktem Magyarországra, 21-én reggel, hajnal 4 órakor ott voltam Magyarországon. Visszatérve erre az egész eseményre. Nem mentél orvoshoz? Nem. Hogy megállapítsák, hogy... Jaj, hallod, de olyan nem volt, hogy megállapítsák, hát. Én akkor nekem akkor már ki volt a szűrve a léme, most is azt mondom neked, és akkor is úgy éreztem, hogy azt akarták, hogy halljak meg. Hallod, én áprilisig, amíg ki nem szöktem, és semmilyen intézmény, semmilyen hivatalos helyre, mondom a házból is csak esténként mentem ki, nagyon megijedtem. Meg voltam arról győződve, hogy ki akartak nyírni. Másképp nem tudtam megmagyarázni, hogy miért vittek olyan messze ki. Már azért oda Hargita nincs olyan közel Szeredához. És miért dobtak oda ki? Érted? Tehát ez... Tehát hogy mentem volna orvoshoz? Még azt kellett volna nekem menjek orvoshoz. Más világ volt. Persze, csak azért kérdezem, mert ugye ma, hogy mondjam, tanulmány nincsen, ugye mivel meghalt az a barátod, hogyan lehetne bebizonyítani ezt bíróságon, törvényszéken? Hát hallod-e például, hogy néztem ki, amilyen voltam, és ami történt velem, érted, az a feleségem látta. Még van egy nagyon jó barátom, aki akkorjában tudott róla, de tőlem meg kell kérdezzem, tudod már. Erről mi sokat beszéltünk, csak nem vagyok abban biztos, hogy ő... Akkor mártam én mondani, nem vagyok biztos, hogy elmondtam sok embernek akkor, mi történt, tudod? Már nem, senkiben nem tudtam megbízni, Aladén. Megmondom az őszintét, 3-ból 5 besugó volt. Tehát a besugó. Nem hivataloson, tudod, nem voltak, egy hivataloson, de hogy jól nézzenek ki, valami hülyeséget csináltak, tudod, elárultak, vagy na, hogy kerüljenek börtönbe, vagy mit tudom. Igen. Tehát nem nagyon mártam. Hallod, én az, hogy én szembe merek állni Moldovánnal, és azt elmerem mondani, és tudod mi volna az érdekes, ha ezt a Pop Iliet meg lehetne találni. Érted, ez a Pop Ilie vele volt. Ez szekus volt? Ez szekus volt, ez 100%-os szekus volt. Hallod, azt is elmondom, hogy nézett ki. Kopacodott, fekete, de úgy előkopacodott, ugye az oldalán még haja volt, és fekete bajusza volt, és körülbelül olyan 1,65 magas volt. És Pop Ilie, biztos, hogy úgy hívták. Biztos 100%-os. Körülbelül mennyi idős, most lehet olyan 65 éves. Hányan voltak, akik megvertek akkor? Hát volt 4 pufi, Moldován és a másik, a Pop. Jó.